Üdvözlök mindenkit, ez a Marvel Teóriák csatorna, és úgy gondoltam, picit nézzünk bele jobban a Nincs Hazaútba, így a mai videóban megnézem, hogy amikor teljesen szétszakadt a varázslat Goblin bombája miatt, és a nyakunkon volt a multiverzum, akkor kik is jelentek meg az égen. Ha nagyon egyszerűen mondanám, akkor azt mondanám, hogy mindenki az összes univerzumból, aki ismerte Petert, ott volt az égen. De nem mindenkit mutattak. Na de kiket láttunk biztosan. Az egyik vágásnál három embert is látunk. A bal szélső egy nagy lándzsás ember, akinek valószínűleg egy bundás kapuszni veszi körül a nyakát. Egyértelmű, hogy ez az ember Kraven a vadász. Kraven eleve előtérben lesz a jövőben, ugyanis jönni fog majd a saját filmje a Sony univerzumában, valamint szerintem az MCU-ban is ő lesz a következő pókember gonosz. Kraven jobb oldalán, meg valószínűleg Scorpio látható, ugyanis egy fullánkszerű dolog van a csápja végén. Még tőle egyel jobbra pedig egy nő állhat, aki eléggé hasonlít fekete macskára. De esetleg Spider-Gwen is lehet. A következő vágásban egyértelműen Rhino látható, azonban szinte az is biztos, hogy nem a CP2-es mechanikus robotpáncél van ott, hanem a képregényekben is ismert, titkos kezelések miatti emberszerű orszarú. Mellette meg egy kisebb termetű alak van, aki valószínűleg Mice lesz. És még ott van Madame Pókháló is, ugye ő segített a 94-es sorozatban Pókembernek sokszor, meg nagyon nagy köze van a multiverzumhoz, azon belül meg a Pókverzumhoz. Nos, viszont én ennyi embert vettem észre, sajnos ugye elhalasztották a Morbius, pedig az első előzetes óta nagyon várom azt a filmet. Sajnálom, de hát ha megéri és lesz egy Andrew, vagy egy Tobi cameo. Szóval ez van, de ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, és találkozunk a következő videóba. Sziasztok!